Köszönöm szépen, felkérném a Hausztán Gábor doktor urat, aki a Zrínyi Miklós könyvtáráról fog beszélni, a tudomány képviselőjével, és úgy néz ki, hogy azért nem veszettem minden információt teljesen, hogy az Zrínyi műveltséget honnan, milyen forrásból szereztem. És annyit szeretnék még mindenkitől kérni, hogy amíg a előadó felkészül már be van állva, hogy majd a szünet előtt óvatosan úgy menjünk ki, hogy lesz egy lejárat arra és följárat ide, és mindenkit a előadások után vendégül tudunk látni egy kávéra és egy kis vízre és egy kis gyümölcsre, egy kis süteményre. Tehát akkor ennek a reményében hallgatjuk a következő előadást, és nagyon szépen köszönjük, hogy elvállalta Hausztán Gábor az előadás megtartását. Köszönöm szépen, tiszteletben köszönöm mindenkit. Annál is inkább, mert szorosan kapcsolódik a lámma által elmondottakhoz, hogy egyrészt a műveltségről, a Zrínyi műveltségéről, szellemiségéről, és ennek a forrásáról, a könyvtárról, ugye Zrínyi Miklósnak a könyvtárát. Ugyanis, itt röviden magamról, ugye, hogy én is a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi karán vagyok, mint hivatásos tiszt, de képzettségemet, előéletemet tekintve ugye egyetemi előéletem volt, illetve egyetemet végeztem, és Zrínyi kutató vagyok én már 35 éve. Zrínyi életével és működésével a költő és hadvezér Zrínyivel foglalkozom. Ugye Gróf Zrínyi Miklósról, költőkatona, hadtudós államférfiről beszélünk, már maga a jelzői, ami hozzájárultak Zrínyihez, mutatja a sokoldalúságát, hogy egy ember milyen sokoldalú volt, mennyire teljes életet élt, mennyi mindenben fejezte ki magát és alkotott maradandót, és ez a sokoldalúság, ez látszik a könyvtárában is. Ugyanis valóban az történt, hogy Zrínyi Miklós egy igen jelentős könyvgyűjteményt hozott létre a saját Csáktornyai udvarába. Csáktornyának a régi képét, illetve a mai képét lehet látni a Csáktornyai várkastélyba. A korszaknak az egyik legjelentősebb magyarországi főúri gyűjteménye jött létre ebbe a Csáktornyai könyvtárba, aminek a értéke és érdekessége, örömmel jelentem egyébként, hogy nagyon sok mindent tudunk róla, és a könyvei egy része megvannak, és ezt mi annak idején Klanicei Tibor akadémikus vezetésével ugye ezt föl is dolgoztuk, és Tibor szavait idéznénk, hogy aki a Csáktornyai Bibliotéka köteteit olvassa, az birtokába jut annak a műveltségnek, melyel Zrínyi rendelkezett, otthonosan fog mozogni gondolatvilágában, megismerheti műveinek forrásai, irodalmi mintaképét. Ez az érdekessége. Ugye, ahogy a Klanicei leírja, abban a korszakban nem le voltak közkönyvtárak. Tehát nem volt olyan egyszerű beszerezni, ezt úgy lehetett, hogy a főurak megtehették, hogy a nemzetközi kapcsolataik révén, könyvkereskedők és egyebek útján a legújabb és őket érdeklő köteteket beszerezték, és ezt otthon forgatták a bibliotéka szobájában. És ezért nagyon érdekes, mert nagyon fontos adatokat szolgáltat a szellemiségről. Ugye óriási szerencsénk van a Zrínyi könyvtárával, ugyanis készült a saját korában, még 1662. októberében egy katalógus, amit maga a Zrínyi csináltatott a könyveiről, ugyanis volt egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen ambíciója, hogy ezeket a könyveket rendezze valamilyen módon, és katalogizáltassa, nyilván nem írta a katalógust, de egy nagyon részletes katalógus, ami meg is maradt mind a mai napig, amiből tudjuk, hogy ez a könyvtár a katalógus szerint, ugye az októberi katalógus szerint, akkor 423 tételt tartalmazott. Ezt nem az, arra kell gondolni, hogy ez 423 könyv, ugyanis ezek a kollégátumok is vannak benne, tehát ebbe a 423 kötetbe ebbe egy olyan 7-800 mű legalább benne volt, mert ezeket összefogták, könyvkötői kollégátumok is vannak benne.
És ez a könyvtár nagy részt az anyaga érdekes módon és nagyon kalandos módon megmaradt, és Zágrábba került. Ma a Zágrábi Nemzeti és Egyetemi Könyvtár őrzi, ott 529 fennmaradt kötet van, ami mutatja egyrészt azt, hogy ugye ez nem 62 után is még gyarapodott a könyvtár, 64, ugye november 18-án van meg a Zrínyi, a gázbalesetben, és utána is gyarapszik a könyvtár. Másrészt pedig mutatja azt, hogy nyilván a könyvtárba bekerültek még nem csak a esetleg a csárkornyai, hanem más kastélyokból, más birtokain őrzött könyvek is. Tehát 529 kötet fennmaradt, és azt tudjuk a kettő együtteséből, hogy 202 olyan biztos, hogy 202 olyan könyv van, ami elkalódott, és ha ezt összeadjuk, akkor történelmileg ez a történelmileg kialakult könyvtár együttes, azt biztosan lehet mondani, hogy minimum 731 kötettel rendelkezett. Ebben a 731 kötetben, mint mondtam, így már több mint 1000 mű lehetett benne. És még azt is tudjuk, ugye, hogy itt néhány kötetet, gerinc kötetnek a gerincére megmaradt könyvek közül, nagyon gondosan nem csak rendezte a könyveit, hanem általában be is köttette. In rubro karmazsin, az a vörös bőrkötés, és in membrana alba. Ez az in membrana alba egy fehér bőrkötéssel, ráírva a gerincre ugye a cím, és még egy katalógus helyszám is rajta van. Ez mind az ő korába készült. Ezt onnan tudjuk, hogy vannak örökölt kötetek, amiről tudjuk a beírások, a possessor bejegyzések szerint, hogy örökölte viszonylag kis számmal, és aztán az ő fia is gyarapította a könyvtárakat, és ezeket megnézzük, akkor kiderül, hogy ez a Zrínyi Miklós műve és az ő korába készült ez a kötés, és ez a ráírás a gerincre is. Tehát egyrészt beköttette, másrészt ugye katalogizálta, harmadrészt a legtöbb kötetébe bejegyzett saját kezű bejegyzései vannak, forgatta, használta, olvasta, tollal, tintával megjegyzések, kisebb-nagyobb bejegyzések, illetve jelölések, plusz beragasztotta az exlibriseit. Saját exlibrise volt, kettő exlibriset használt, egyet még 1652 előtt, saját magát ábrázoló egy Tiedemann metszetekből készült exlibris. Tehát gondot fordított a könyvtárának a használatára, illetve a elhelyezésére és a katalogizálására. És ezek alapján, az információk alapján még készült egy ilyen rekonstrukció is, amiből tudjuk, meg egy bizonyos levéltári forrásokból is, hogy a könyvek a kastélynak egy első emeleti szobájában, vagy termében, mindjárt a levéltár a levelek mellett, négy nagy könyvszekrényben voltak elhelyezve, ugye katalógus szerint, és azon, tehát szakrend szerint, és azon belül nagyság szerint voltak elhelyezve. Még ezt is pontosan ismerjük. Nagyon érdekes a Zrínyi könyvtárnak a szakrendi beosztása és kötetszámai, ami szintén a Zrínyinek az ambíciója ebben a korszakban, a legtöbb főúri könyvtárban még nincs ilyen részletes és szabályos katalogizálás. És nagyon sokat elárul róla. 11 ugye, szakrendet állapított meg maga a Zrínyi, amiből az a három dolog most, amit kiemelnék, az egyik az, hogy nagyon differenciált a történelem. Ugye, hogy van historia antiqui, tehát az ókori történelem, omnis generis, az általános, és van egy magyar történelmi gyűjteménye. És ezek külön vannak katalogizálva. Nyilván a politikus érdeklődése, a politika, az is egy nagyon gazdag szak, és ha megnézzük, ugye nagyon érdekes még a latin és az olasz költők, tehát hogy az érdeklődése ennek megfelelően katalogizált, illetve azokat gyűjtötte elsősorban, és ami szinte az első Magyarországon, hogy megjelenik egy önálló militárész szak, vagyis a katonai szakirodalomnak a gyűjtése. Ami ebben a korszakban, a korabeli főúri könyvtárakban így nincs, sehol máshol, csak az Zrínyinél. Ez az ő érdeklődését mutatja. Ez utóbbira, hogyha már hadtörténészként és katonaként, ugye csak egy érdekesség, ez a diagram azt mutatja,
hogy Zrínynek volt Magyarországon mai ismereteink szerint a meglévő könyvanyag és könyvtárkatalógusok, korabeli könyvkatalógusok szerint Magyarországon a legnagyobb ilyen típusú gyűjteménye. Tehát a hat tudományi irodalom, amit ma így nevezünk, abból ugye itt 71 tétel, ezt még egyszer mondom, ez nem azt jelenti, hogy ennyi műcím, hanem ez olyan 100 műcím, de ugye 71 kötet. És látszik, hogy ott a Eszterházy meg a Batthyány az ehhez képest az alig valahol. És ami még érdekesebb, hogy ez szinte teljesen akkora, vagy majd szinte megegyezik egyébként tartalmában is, például Savoyai Eugénnek, Savoyai Jenőnek a könyvtárával, ugye a török elleni visszafoglaló háború híres hadvezére, annak a könyvanyagával, aki azért ismert nemzetközileg is, az Zrínyről kevesen tudták, hogy ennyire olvasott, és hogy ennyire figyelemmel kísérte a saját hadtudományát. És ugye még egy érdekesebb, hogy nyilván a fejedelmi és császári udvaroknak a nagy könyvtárai, hát azok ugye a duplái, de hát ott fejedelmi és császári büdzsé volt mögötte, hogy úgy mondjam. De ezen a szinten az Zrínyi Miklósnak a érdemei elvitathatatlanok. Itt van ez a modern, most már modern könyvtárépület, és ott vannak elhelyezve külön gyűjteménybe az Zrínynek a könyvei Zágrában. És akkor ugye, hogy visszatérjünk Klanicaira, ami érdekes, a használata, hogy mit szippantott ebből föl, milyen szellemiséget tükröz ez a könyvtár. Hát ott van egy korabeli ábrázolás, az Zrínyi Ádámot ábrázolja egy baloldalt, mögötte a könyvekkel a könyvtárszobában, ez pedig egy későbbi 20. századi ugye, elképzelés, a kiváló grafikus Harangi Jenőnek a metszete, aki így képzelte el a dolgozó Zrínyit a könyvtárszobában. Igen. Ugye említettem, hogy Zrínyi előszeretettel írt a könyveibe jegyzetet, például beírt a Szorzsbomani Hill Hollywood a előlapra, Ex-Libriszét és jelmondatát, de olyanokat is beírtott a latin szövegeket, több történeti munkákat olvasta, hogy hely szegény Balassi Bálint ott fölül. Itt alul pedig Zrínyi Györgyről a nagyapjáról van szó. Itt odaírja, hogy jó Zrínyi György. Ez az ő kezeírása, ezt ismeri. Ugyancsak a könyvtárban maradt fönn egy könyvbe betéve, amit nagyon kevesen tudnak, pedig az egyik leggyönyörűbb verse Zrínyinek, az Izsák fia halálára írt elégia. Ez egy könyvben van betéve ez a lap, egy gyönyörű elégia, egy csodálatos vers, egy nagyon személyes vers. Ez is innen került elő. Ez nem része, hogy úgy mondjam, a költői életműnek, vagy alig, vagy nagyon kevesen ismerik, a Sziréna kötetben nincs is benne. Ez 1659-ben élhetett ez a gyermeke, akiről csak ebből tudunk, és azt, hogy Izsák, nem tudjuk, hogy valóban Izsák volt a neve, vagy ez csak egy szimbólum. Izsák, eléggé Izsák fia halálára, egy nagyon szép és lírai hangú költemény. Könyv betétként maradt fönn szintén. Ugye, hogy most egy picit oda kanyarodjunk, hogy a spiritualitás, ami a konferencia témája, könyv, könyvtár, mű és spiritualitás. Azt látjuk, ugye, hogy ez egy világi könyvtár volt. Ha azt nézzük a szakbeosztását, a gyűjteményi kört, például nagyon jellemző, hogy teljesen hiányzik belőle a teológia, szak. Nincs benne. Ugyanakkor nyomai vannak a nagyon széles érdeklődésén belül, a spirituális érdeklődésének és a hatásoknak is, amit érhette. Például ugye nagyon érdekes, hogy a protestáns és katolikus kegyességi irodalom, tehát nagyon érdekes, hogy protestáns kegyességi írók is vannak benne. Nagyon érdekes, és kevéssé ismert, hogy a velencei szabadgondolkodók ilyen libertinusok, az ismeretlenek akadémiájából tömörülő gondolkodók is megjelennek benne. Tehát széles érdeklődése van. És ott van egy nagyon fontos kötet, amire tehát a manapság került csak fény. Ez pedig 8. Orbán pápa verses kötete, egy poémáta címmel, ami az 1630-as években jelent meg. Ugyanis 8. Orbán még pápával választása előtt, mint Maffeo Barberini, bíboros, kevesen tudják, hogy a neolatin irodalom egy ünnepelt költője volt. És ez a kötet, amit ő aztán a Miklósunknak, amikor Itáliába peregrinált, ugye tanulmányi úton volt, hogy úgy mondjam, ezt ő
dedikálva átnyújtotta az ifjú 16 éves Zrínyi Miklósnak, és a dedikáció az egy Horácius idézet, latinul, ugye, ami magyarra fordítva így szól, hogy hős nemzedék csak hős ivadékot áld. Bérci sas nem költ soha gyáva galambfiókát. Ez nyilván az ősöknek, a szigeti Zrínyinek szólt, és a Zrínyiek hírnevének, hogy a pápa magánkihallgatáson fogadva átnyújtja ezt a kötetet, és így dedikálja Zrínyi Miklósnak. Azért is érdekes ez a kötet, mert itt Maffeo Barberini, a későbbi 8. Orbán pápa, egy új költészet, köszönöm szépen, egy új költészet alapjait fekteti le. Ugye akkor divatos Marino és ezek a szenzualista, hedonista költészettel szemben. Ő a keresztény hithez, mint témához és formához is, ahhoz próbálja visszavezetni a költészetet, és óriási hatással bír, és mai ismereteink szerint az Zrínyire is hatalmas hatással volt ez a kötet, 8. Orbán pápának a kötete. Kimutatható hatással volt. Itt van a két Ex Libris, amiről már szóltam. Ugye Elias Wiedemannnak, a kiváló bécsi metszőnek a metszetei. A korábbin, ugye a felirat még Nemo me impune lacesset, vagyis senkinek nem tűröm, hogy bántson, körülbelül durván, durva fordításban, amit aztán 1651-52-ben lecserél, és onnantól kezdve azt használja, ez a sors bona nihilalit, jó szerencse, semmi más, és ezt Ex Librisként is használja a könyveibe, a 52-ben, sőt, néha még a korábban beszerzett könyveibe is beírja. Itt például a baloldali azért nagyon érdekes, mert ugye a nyomtatott Ex Libris még a előző jelmondattal van, de már oda van írva saját kezüleg itt alul a Source Bona Nihil Aliud. Ez is egy könyvben található. Tehát még át is írja, át is címkézi néha a Ex-Libriseit és a könyveit. Ugyanis ez a téma, ez a tematika, ez egész életében foglalkoztatta. A sorsnak a kérdése. Ugye az eleve elrendeltség, az embernek a szabadság, az embernek a helye ebbe a elrendezett világba, és ő ezt számtalanszor nekifut, ugye már a férfi veszedelembe is, de aztán a prózai műveiben, a Vitézt hadnagyba, ez egy központi gondolat, és megjelenik ugye egészen az Ex Libris-ig bezárólag, és a jelmondatáig is ezzel a sorssal való vívódás. És akkor a spiritualizmusnál tartva. Ugye itt van egy Mikos János idézet a modern spiritualizmusról, ami azért érdekes, mert Zrínyinél is nyomait látjuk, pedig hát ugye spiritualizmusról, Zrínyivel kapcsolatban nem nagyon szoktunk beszélni, legalábbis az irodalomtörténészek, meg a történészek nem. Pedig akár a könyvtárából is, de a szellemiségében teljes mértékében benne van. Itt van két idézet, ugye Zrínyi a szellemvilággal való kapcsolatáról, amit írt. Sokkal többet is hozhattam volna, csak nem férfi. Ugye mindjárt a Vitéz hadnagynak a dedikációja. Milyen gyönyörű. Magyar vitézeknek dicsőséggel földben temetett csontjai, és azok nagy lelkeinek árnyékjai. Nem hadnak nékem alumnom, mikor kívánnám, sem henyélnem, ha akarnám is. Tehát ő spirituális kapcsolattal áll az ősökkel. A magyar, a dédapával, de nem csak a dédapával, hanem akár a hun-szkita ősökkel is. A másik, szintén a Vitéz hadnagynak a 17. aforizmusából. Olvastam olyant is, hogy az Isten a lelkeket egyszer sem teremtette, és hogy azok a levegőben járnak. Azok aztán a mi jövendőnket jobban látják, hogy sem a mi lelkünk, amely testi fejhővel be van homályosítva, milyen gyönyörűké. Be van homályosítva, és azok, mivel szimpátiája vagyok egy léleknek a másikkal, adnak oly jelt nekünk, vagy álom által, vagy valami más láttat által, hogy őrizzük magunkat. Ez csak két rövid idézet. És akkor a Zrínyi könyvéről és a munkáiból kirajzolódó szellemiségről csak vázlatosan egész röviden, itt jobb oldalt a kötet egyik utolsó előtti verse, majdnem záró verse, ugye a feszületre himnusz. A Sziréna kötet ugyanis a feszületre himnusszal, és utána mindjárt a perorációval zárul. Ugye, hogy egy elhívással rendelkező költés államférfi képe bontakozik ki a műveiből, de a könyvtárból is.
aki inspirálva van a feladatra. Tehát, hogy mindig, minden körülmények között ő inspirált volt arra a hazavédelmére, ugye leginkább és legelsősorban. Krisztus követése, az imitáció Kriszti, a vértanúság eszme, amiről a Láma is beszélt, ugye a szigeti veszedelemben. Abszolút. A mártírium felvállalása. A Sziréna kötet egész egy mártírium, de a zárás, ugye? A kötet zárása. A feszülethimnusz és a peroráció is, hogyha megnézzük, ugye, hogy itt van, hogy végközik, de mi már nagy hírű munkával, igen. És akkor sohonnan Szkítiából kiült magyar vitéz, merre vitézségét látta világ nagy rész, azokról helyekről minden szemre elnéz, hírrel, böcsülettel valami világ lesz. De hírem nem csak keresem pennámmal, hanem rettenetes bajvívó szabjámmal, míg élek harcolok az ottomán póta, vígan burítatom hazám hangjával. Tehát ez is a mártírium, az előrevetített mártírium, ami sajnos ugye nem adatik meg neki a szerencsétlen vadász baleset miatt. Bocsánat, még egy másodperc ecsetére itt a peroráció előtt. Igen. Ugye az önkéntes áldozat vállalása, ez, tehát a proféta szerep, az őrálló jelleg, hát az áfium ugye az őrálló, tehát aki időben szól, hogy ne bántsd a magyart és figyelmeztet mindenkit. A sors értelmezése, az isteni elrendelés és az egyén viszonya, ez a korai modernitásnak egyes mai irodalomtörténészek szerint Zrínyi Miklós az első modern magyar költő. És a modernitásnak, a korai modernitásnak ilyen alapvető kérdései fölvel foglalkozik, mint a szabad akarat szerepe, ugye a isteni elrendelés és az egyén viszonyával. És a heroikus kegyelem itt. A Bene Sándornak a most megjelent a harmadik szirén című 1000 oldalas monográfiája a lírikus költőről ezt emeli ki, amivel korábban nem nagyon írtak, a heroikus kegyelem hitet például. Az isteni kegyelem és a gondviselés működése az emberi történelemben. Hogy erre így ül az egész költői életünk. És akkor még nem beszéltem arról korábban, ugye, hogy elakadtam 8. Orbán pápánál, a bibliái, ami a könyvtárban meg 3 darab bibliája van, és tudjuk, hogy ezen kívül is használt, mert az idézetekből, a latin idézetekből lehet következtetni, hogy nem mindegyiknél azt használta. És a prózai műveinél több mint 40 konkrét bibliai helyet idéz, citál, és rengeteg allúziót, és ebből a 40-ből a nagy részt az a ószövetségi, a profétikus könyvek, ugye a bölcsességirodalom, amit idéz, főleg latinul, és aztán néhol kicsit átalakítva, néhol magyarul. Tehát egy nagyon erős ihletettsége van, és ez az a rejtett zinny, amit nem szoktak annyira kiemelni, és ez a könyvtár alapján is nyomon lehet követni. Úgyhogy én ennyit szerettem volna elmondani, és köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük az inspiráló előadást és a időnek a tartását és a rövidítését is. Lehetőség van újra kérdezni, megjegyzést támogatászolni, tessék is. Szeretném az előadónak elő adó urat megkérdezni, hogy legyen nem kérdés a Mikos idézetet, mert azt nem olvastuk föl. Ja. Én közben elolvastam, csak nem biztos, hogy mindenkinek átment. Ez szerintem nagyon fontos. Igen. A legfőső rész. Igen. A Mikos ugye a modern spiritualizmusról írja, hogy a szellemekről szóló tan, és a lélek halhatatlanságának bizonyítéka mutatja az ember létezésének okát, származását és végrendeltetését. Foglalkozik továbbá a természetben előforduló rejtelmes tünemények törvényszerűségeivel, az emberek cselekményeikért való felelősségével, és végre a két létállapot, tudnilik a földi és más világi lények, vagyis emberek és szellemek egymás közti közlekedésével. És én úgy látom egyébként, hogy ez alapján a Zrínyi nyugodtan tekinthető spiritualistának. Igen, és még egy észrevétel.
könyvtárában ott volt egy geográfia és kozmográfia kötet, amiről ugye nem tudjuk, hogy mi volt benne, de a mi számunkra ez is ugye szemmi szempontból a kozmográfia mandala elv miatt ugye fontos. Teljes mértékben egyébként igen, vannak benne, tehát a modern kartográfiai térképirodalom mellett az Athanasius, vagy a Ortelius mellett Athanasius Kircher és a többiek, tehát akik a kozmográfia felé nyitottak már, azok is benne vannak így van. Még talán egy megjegyzést tennék, hogy a nyitó szöveget az egész rendezvénynek, egy visszatségenek a Dalajlámának egy idézete volt, amelyben az egyetlen atomban a világegyetlen kiváló művében talán a bevezető szöveg. Úgy hiszem, hogy mind a spiritualitás, mind a tudomány vizsgálódó megközelítés, amelyek egymás kiegészítés egymástól különböző módon ugyan, de a közös célra az igazság feltárására törekednek. Ennek során sokat tanulhatnak egymástól, és együttes erővel szélesebb körülvé tehetik az emberi tudás és a bölcsesség látóhatára. Úgyhogy ezt még szerettem volna elmondani, mert teljesen világos, hogy például az ényeinknek a cselekedeteit nem érthetjük meg akkor, hogyha nem ismerjük meg a szellemiségüket, nem ismerjük meg azokat a gondolatokat, amik mozgatták őket, és igazából leszük itt, tehát az egyik téren a tudomány az a tényeket vizsgálja, amiket reprodukálni tudunk, de például az erkölcsi kérdések azok kívül esnek a tudománynak a hatókörén, viszont nem érthetjük meg az ényei viselkedését akkor, hogy ezeket a viselkedéseket nem veszünk figyelembe. Nem érthetjük meg az a szeretetet akkor, hogyha például leszűkítjük csak a szigorúan természettudományos területre a vizsgálódásainkat. Úgyhogy ennek a szellemében még egyszer nagyon szeretném megköszönni az előadást is, hogyha van kérdés valakinek, megjegyzése, hozzászólása még most lehet. Ha nem, akkor Martinet szeretném megkérni, hogy adja át a kis ajándékunkat, megköszönöm az előadást.